Értékes miskolci győzelem egy közvetlen rivális ellen az élvonalbeli vízilabda-bajnokságban. Az 5. fordulóban a hazai pályán szereplő MVLC ugyan rosszul kezdett, ám a folytatásban ellépett pécsi ellenfelétől. A két együttes hű maradt közös múltjához, és egy fordulatos, izgalmas mérkőzést játszottak a keménydénes uszodában, ahol végül megérdemelt 11-9-es hazai siker lett a vége. Egy pont választott el egymástól a fehér sapkás miskolci és a feketében látható pécsi együttest a bajnoki előtt, amit Keresztúri és Grasztil góljaival a vendég PVSK kezdett jobban. Sőt, egy hazai kapus bravúra volt szükség ahhoz, hogy az első negyed végére ne távolodjon tovább a vendégegyüttes. Ezért is volt nagyon fontos, hogy Brkics két góljával gyorsan egyenlíteni tudott a hazai együttes, ami lendületet adott az MVLC-nek. Mindez pedig azt hozta magával, hogy az első félidő végére már a miskolci pólósoknál volt az előny. Az egyik legfontosabb jelenet volt a bajnokin, hogy a második félidőt miskolci gól nyitotta, a másik kulcstörténés pedig a hazai kapuban Moravcsik folytatódó remetése volt. Jó szériáját kihasználva ezzel a Molnár átlövéssel már 7-3-ra lépett el a házigazda, ám szívós munkával, nagy küzdelemben ezzel a találattal már 1 gólra zárkozott a pécsi csapat, de ezen a bajnokin a nehéz pillanatokban is kellőképpen kreatív tudott maradni a fehér sapkások játéka, a mezőny legjobbjaként említhető hazai kapus gólpasszának is köszönhetően pedig végül nagyon értékes győzelmet könyvelhetett el Vidumonszki László együttese, PannErgy-MVLC, PVSK 11-9. Ahogy néztük a felvételeken más meccsekről is a Pécsről, tudtuk, hogy nem adják fel, visszajöttek a meccsbe, de tudtunk mi hozni azt a eredmény, ami nekünk bebiztosít a 3 pontot, amivel meg vagyunk ebben a pillanatban elégedve, dolgozunk tovább. Nem csak a találkozó egy-egy szakaszában, hanem végig fontos védésekkel járult hozzá a csapat a győzelméhez Marocsi Martin. Picikét talán álmosan kezdtük, ha lehet ezt mondani, aztán belejöttünk a mérkőzésbe, elég hullámzó volt. Ugye a harmadik negyedben picit talán belealudtunk az eredménybe, de büszke vagyok a csapatomra, hogy végül is a végén itthon tudtuk tartani a 3 pontot. A mérkőzés bővebb összefoglalóját keddi sportműsorunkban nézhetik végig a Miskolc Televízió nézői.